Ősszel a lányos szülők kézikönyve volt az első könyv, amivel előjött a kiadó. Ez a gyereknevelési könyv szerzőnk Steve Biddulphnak egy új könyve, nagyon népszerű. Két fontos dolgot kell tudni erről a könyvről. Egyrészt interaktív, tehát a szülőket is bevonja, hogy gondolkodjanak arról, hogy milyen volt a saját gyerekkoruk, illetve kimondottan a modern kor veszélyeire hívja fel a figyelmet. Van egy külön fejezet, ami a feminizmusról szól, ugyanis azért ez egy elég friss vívmány, és még van mit dolgozni a szülőknek is, meg a gyerekeknek is azon, hogy hogyan lehet valaki erős, önálló, független, és mire kell vigyázni a korai időszakban. Időrendben halad tulajdonképpen, tehát a fejezetek témája az a különböző életszakaszokhoz is köthető. Tehát az első fejezet az a biztonságról szól, a következő arról, hogy hogyan legyen vadóc gyerek, akit lehet szabadon engedni, utána jön a tizenéves kor, a kamaszkor, és akkor utána jönnek később a szexualitással kapcsolatos kérdések, a feminizmus. Tehát itt ez nagyon erényelt a Biddulphnak, hogy nagyon átlátható és így a korszakokhoz köthető. Újra nyomtuk a Hogyan neveljük a fiúkat című könyvét, tehát azért a fiúkat sem hagytuk ki a gyereknevelős történetből, ez is nagyon népszerű, úgyhogy egy új, megújult borítóval most már ez is kapható a boltokban. Már érte támadás a kiadót, illetve a szerzőt, hogy miért kezeljük külön a fiúkat és a lányokat, és Biddulph pont ebből a szempontból közelít, hogy igenis külön kell kezelni a fiúkat, ugyanis a társadalmi nevelésük is, illetve a biológiai adottságaik, az agy fejlődése, illetve a hormonális változások miatt külön kell beszélni a fiúkról, tehát itt kimondottan születésüktől 18 éves korukig a különböző korszakoknak a szempontjait, nehézségeit veszi sorba, és nagyon jól, olvasmányosan, fejezetekre bontva, dióhéjben összefoglalva, hogy mi a lényeg, segít a szülőknek, apukáknak és anyukáknak egyaránt. Tehát azért nem csak a szülőkhöz szólunk, meg nem csak a nőkhöz, ebben az őszi időszakban, bár jellemzően nőknek szóló könyvek jöttek most ki a partnernek kiadótól. Minden évben szoktunk Tom Clancy-t hozni, most az új Tom Clancy az átcsúszik a 2018-as évre, de van két cím, amit újra nyomtunk, mert keresik az olvasók, úgyhogy a Bűntudat nélkül és a Krízis az két utánnyomás, úgyhogy különösen a férfi olvasók körülhetnek, mert ők szeretik a politikai krimit. Hamarosan jön ki a nyomdából az Élettervező című könyvünk, ami egy magyar szerzőnek a könyve. Ez egy határidőnapló, tehát rendelkezik a klasszikus határidőnapló minden tulajdonságával. Itt az a különbség, hogy Kamenyicki Nóri szerző pszichológus, és egy önismereti határidőnaplót írt, ami azt jelenti, hogy a 12 hónap fel van osztva a különböző témakörökre, és mindenféle feladatok, kérdések segítik a tulajdonost. Ez egy öröknaptár, tehát nincsen évhez kötve, bármikor kezdhető, teljesen szabadon lehet benne mozogni, és egy nagyon különleges, érdekes, ez is inkább azt gondolom, hogy nőknek szóló élettervező című napló.